Sziasztok, köszöntök mindenkit egy újabb unboxing videóban. A mai nap megint ki fogunk valamit csomagolni, hogy mit, azt majd mindjárt meglátjuk. Segítségül hívtuk a kedves ollónkat. Elég brutálisak vagyunk. Egyébként Black Friday-kor lett vásárolva a cucc. És talán itt a garancia. Van rá kemény 12 hónap garancia. És vajon mi az? Fülhallgató, gaming, Zalman, Focus, nincs Focus, van Focus, ZM, HP, S2000, Black, 200. Na. Tehát. De van szépen zacsizva, amit lefejtünk róla, lehúzzuk az aufter, félretesszük, és itt van maga a fülhallgató. Jubi! Így van. Látszik oldalból, és szép a csomagolása is. Igen. Teteje, írja a nevét, típusszám, cég, Cool Innovation. Majd meglátjuk, mennyire lesz cool. Elől írja a 4 ohmos, bla 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 bla. Csomó. Strong base. Ez a legjobb dolog benne. A többit majd mindjárt elmondom. Az oldalán semmi különleges, a hátulján ír angolul, meg a több ismeretlen nyelven egy csomó információt róla. Frekvenciák 20 és 20.000 Hz között. A szenzitivitás 108 plusz decibel, mínusz 3 decibel között a mikrofon, mínusz 55 decibel, mínusz 3 decibel. A többit meg leszarjuk. Na, bontsuk ki akkor. Ez nagyon baba. Félre dobjuk. És itt van maga a kütyű. Hát, ezt meg kell mondjam, hogy ez kurva puha. Na, lássuk. Tehát ez így lejön. Félre dobjuk. És ő lenne maga a fülhallgató. Írja a típus számot. Jó puha. Mint látszik. Egy probléma van vele, csak hogy ez nem nagyon igazodik a fülhöz. De annyi baj legyen. Itt van maga a fülhallgató és a mikrofon rész. Ez viszonylag hajlékony, amin csodálkoztam, és mivel elég masszívnak tűnik, meglátjuk, hogy mennyire lesz az. Itt van a hangerőszabályzó, ami elég különleges, mert általában kábelen szokott lenni, de itt legalább kisebb esély van arra, hogy meg fog törni. A tetején írja szépen a Zalman feliratot, logóval együtt. Ez nagyon puha, olyan bőrhatású valami. Természetesen lehet állítani a nagyságát. Piros, ahogy barátném is mondja, meglátjuk, hogy milyen lesz. A kábele nagyon különleges, mivel ilyen lapított, így kevésbé törik meg. Nem tudom, mennyire látszik. Tehát ilyen kis vékony. És széles. Tehát kurva jó kábele van. Látszik a mikrofon, jackdugó és a diffuzori, fülhallgatói, bocsánat. Nem aranyozott végű, vagy de nem aranyozott végűek sajnos, de egy ilyen árkategóriában azért nem is várhat ilyet az ember. A hosszúsága pontosan a kábelnek nem tudom, de hát így megsatszolva másfél méter, 1,8 talán. De majd utána nézek és esetleg a leírásba le fogom írni. Hát ez lenne maga a fülhallgató. Természetesen megvan a régi Genius, ez csak ilyen másodlagos fülhallgató lesz a régi gépemhez és telefonhoz, mikor nagyon unatkozok. Na, ennyi lett volna a videó bemutató. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!